Egyéves lett Kimani, a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefántborja. A több mint 10 éves Svédországból érkezett Kvanza névre hallgató 20 éves nősténynek ez már a második borja. Az idősebb hímborjú Kito 4 évvel ezelőtt született. Kvanza párja, a két utódapja, a 27 éves Jack nevű elefántbika, jelenleg a svájci Bázelben egy tenyészprogramban vesz részt. Afrikai elefánt Magyarországon csak a Nyíregyházi Állatparkban látható, ahol eddig háromszor született utód, elsőként 2007-ben, majd 2015-ben és egy évvel ezelőtt. A kis Kimani, afrikai elefánt családunk legifjabb tagja, most már meg ötszörözte testsúlyát, hiszen kb. 5-600 kg-os testtömeggel bír jelenleg. A család minden egyes tagja figyeli minden mozdulatát, a kicsi pedig elsősorban dagonyázással és porfürdővel tölti mindennapjait, és előszeretettel csatlakozik bátyjához, a 4 éves Kitóhoz. A világ legnagyobb és legerősebb szárazföldi emlőse az afrikai kontinensen honos, a Szaharától délre. Manapság az ottani nemzeti parkok és más védett területek lakója. Az afrikai elefántnak egy nagyobb és egy kisebb termetű alfaja van. Az előbbi alfaj bikája közel 3,5 méter magasra nő, súlya eléri a 6 tonnát. A tehén kisebb, nincs 3 méter és 4 tonnás. A legjellemzőbb testrészük az ormányuk, 2 méter hosszú.